9 óra 14 perc, és itt van velünk a stúdióban a reggeli Gulyás Márton, a Partizán Politikai videó, Videócsatorna alapítója és vezetője. Sok kérdést elmondtam már a hallgatóknak, Marci nem hallotta, tegeződni fogunk, azt gondolom, hogy így egyszerűbb, leginkább azért, mert, mert néhány hónappal ezelőtt, amikor a rendszerváltás történetét feldolgozó sorozatban Krasó Györgyel foglalkoztam, Zott Marci, illetve hát a Partizán, akkor én is okoskodhattam meg, megoszthattam az észt Krasó Györről, tehát így egyszerűbb lesz, ha, ha, ha tegeződünk. Megnéztem most a, a, a Partizán oldalát a YouTube-on, azt láttam, hogy a legutolsó film az hat nappal ezelőtt került föl, a Simicska, és hát az azt jelenti, hogy vagy ma, vagy holnap elő kell rukkolni valamivel. Én mondtam a hallgatóknak, hogy lehet, hogy az Indexnek ti is ugrotok. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Most ugye nyári ö, üzemmód van a partizám, ez azt jelenti, hogy heti adások készülnek, tehát a korábbi napi adások helyett most hetente jelentkezünk egy filmmel. Ezeket mi előre elkészítettük, ma konkrétan a Simicska történetének a második része került ki. Ebből nyilván szó van az indexről is, bár ezt az adást fölvettük, meg készítettük, akkor ugye azt lehetett tudni már, hogy nagy baj van az indexben, azt nem tudni, hogy akkora baj az indexben, hogy ez konkrétan a szerkesztőség távozását fogja jelenteni. De az azokról a hatalmi viszonyokról és tulajdon viszonyokról, amelyek eredményezték ezt a kényszerű döntést a szerkesztőség részéről, ami miatt egyébként ez úton is nekem erre nem volt alkalom a nagy nyilvánosság előtt, de egyrészt az elismerésemet, a tiszteletemet és a szolidaritásomat fejezem ki a teljes szerkesztőséggel szemben. Azt gondolom, hogy tényleg egyetértek azokkal a megszólásokkal, amelyek azt mondják, hogy egy új erkölcsi mércét tettek fel ezzel a magyar sajtóviszonyok közepette, ez egy zárójeles megjegyzés, és hogy tehát ezekről a hatalmi viszonyokról beszélünk ebben, hiszen nem és Simicska Lajos történetéről, anélkül, hogy ne beszélnénk arról, hogy egyébként különböző tulajdonváltásokkal, opciós szerződésekkel, alapítványba kimentéssel, és így tovább, hogyan próbált vélt vagy valós hatalmi logikák szerint evicskélni Orbánékkal szemben. Hiszen, amikor megjelent a Simicska az Index, körül hátsó kertjében vagy, vagy valahol, akkor az egy főszerkesztő választást eredményezett. Tehát az az is. Akkor hagyta el. És nagyon furcsa, hogy, hogy nagyon sokan elkezdték most a magyar sajtó történetét feldolgozni, és valamiért mindig mindenki a Sálingergő kirúgásával kezdi, pedig hát a magyar sajtóban azért korábban is voltak Persze. hasonló döntések, és, és ott volt például Vejer Balázs és Nádori Péter menesztése az origó éléről, ami szintén az e, Miklós nevéhez köthető, és Vasili Miklós hozta akkor a, az Origóba gazda Albertet, amiről valahogy így, így megfeledkeznek, mint ahogy azt sem tudjuk pontosan, hogy, hogy Mongatillának miért kellett adott esetben nem adott esetben, miért kellett egyszer elhagyni a, a, az origót, ha visszaemlékszem, ha jól emlékszem, akkor elment a, az origó szerkesztősége karácsonyi szabadságra, két ünnep közt home office-ból dolgoztak, és mire visszamentek az emberek, addigra már nem volt a, a Mongatilla, aki korábban de vezető szerkesztőként dolgozott a lapnak. Azóta sem tudom, hogy, hogy pontosan mi történt, vagy mi állt a háttereben. hát is lehetne beszélni, hogy ennek a rádiónak is volt kiváló műsorvezetője, azóta egy még kiváló polgármester Pikó András, aki ugye Kálmán Olgával még az m hogyan kényszerült felállni, de akkor beszélhetnénk akár arról is egyébként, hogy Baló Györgynek miért nem sikerült a TV3-at elindítania, miért kapott helyett egyébként egy másik kereskedelmi TV jogosultságot, és akkor lehetne egészen a rendszerváltásig elmenni. Egyébként mi tervezzük is, tehát most például pont van egy adásunk készítés alatt, ami kifejezetten a rendszerváltás utáni külföldi média tulajdonosok megjelenését és az ő tevékenységüket elemzi egy ilyen 30 éves visszatekintésben, mert azért azt gondolom, hogy ez már egy olyan perspektíva, amiből lehet következtetéseket levonni arra, hogy valóban egyébként. Tehát ugye nyilván 30. évfordulója a rendszerváltásnak sok kérdés fölmerül. Egyik lehet szerintem például az, hogy a lappiacnak a, a, liberalizációja, a kereskedelmi, vagy hát ugye mondjuk, hogy akkor a, a, a média a liberalizációja, a, a, a tévépiac liberalizációja, a rádiófrekvenciák liberalizációja, az egyébként milyen következményeket vont maga után, hogy valóban képes volt-e az a piac, ami ez olyan nagyon sok remény fűztek, nagyon sokan 89-90-ben, olyan védelmet biztosítani ezeknek a médiumoknak, és így egyébként a magyar nyilvánosságnak, amit akkor feltételeztek is, hogyha nem volt képes, akkor ez minek tudható be, ez tényleg csak a politika magyarországi állapotának és a hatalmi ennek a rendkívül zavarosságának tudható be, vagy pedig itt tényleg van valami olyan összefüggés, amit egyébként láthatunk más országokban is, ahol azt gondoljuk egyébként, hogy a demokratikus berendezkedés erősebb vagy, vagy, vagy fejlettebb, most ezek nagyon rossz fogalmak, de valahogy itt szokták mégiscsak leírni ezeket a folyamatokat, vagy pedig arról van szó, hogy, hogy, hogy itt van egy olyan gazdasági termelési rendszer, amit kapitalizmusnak hívunk, aminek, hogyha ki van téve a nyilvánosság, hogyha a profit érdekek vezérlik, vagy bevételszerzési kényszerek vezérlik akár csak bármilyen formában is a sajtó nyilvánosságát, vagy a sajtóban dolgozóknak ezt a szempontot kell figyelembe venniük, tulajdonosokat kell ilyen szempontból kiszolgálniuk, akkor az, az milyen kényszereket hozhat magával. És azt gondolom, hogy, hogy a magyar médiának nyilvánvalóan ebben azért van egy megkülönböztetett tudása 2010 után, amikor itt a magyarországi kapitalizmusnak egy ilyen nagyon brutális verzió indul el nemzeti együttműködés rendszere címmel, de hát ez továbbra is egy ilyen szélsőségesen neoliberális rendszer, szélsőségesen kapitalista rendszer, aminek ez a legfontosabb vonása egyébként, és ezt nagyon kevesen veszik észre, és nagyon kevesen beszélnek sajnos erről, hogy itt ez a legfontosabb dolog, hogy itt egy nagyon masszív privatizálása zajlik különböző közjavaknak, azoknak is, amiket így be tudunk azonosítani, mint mondjuk Balaton, vagy, 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 mondjuk kastélyok, de egyébként a nemzeti kultúra is, mint olyan. És, és, és egyébként is a, a, nyilvánosságnak sikert, én is. Említsük meg, bocsánat, hogy félbeszakítalak csak a monológot, hogy azért mondjuk a harmadik kerület és a hajógyári sziget sikeréről éppen ma reggel beszélgettem a kerület polgár, alpolgármesterével, hogy sikerült megakadályozni azt, vagy legalábbis azt gondoljuk egyenlőre, hogy sikerült megakadályozni, mert hogy arról beszélt a tegnapi kormányszövétei te, 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 Tune. Csak én akartam ezzel kapcsolatban, hogy nyilván vannak ilyen sikerek, de szerintem a legfontosabb ö, probléma az, és egyébként az index történet is ezt húzza alá, hogy egész egyszerűen a közösségi tulajdon a közösségi cselekvés, a közösségi fellépés, mint olyan, az egész egyszerűen nem volt része az elmúlt 30 évnek olyan erősen a magyar politika történetnek, a magyar nyilvánosság történetének, ami egyébként lehetővé tenni azt, hogy amikor mondjuk például egy ilyen gazdasági nyomás, egy ilyen politikai nyomás, egy ilyen hatalompolitikai nyomulás, mint ami az index szerkesztőségét érte, akkor az ne csak az index saját ügye tudjon lenni, hanem akik egyébként aggódva és elborzadva nézik ezt a folyamatot, és szeretnének azon túl, hogy egyébként szép szavakat mondanak, valami effektív szolidaritást, valamilyen cselekvő szolidaritást gyakorolni, akkor igazából hova tudnak nyúlni? És itt szerintem erről érdemes beszélni, mert hogyha esetleg beszélünk erről, hogy itt uh, miért nem tudott 2010 óta ezeknek a történetnek valamilyen konzekvenciája levonódni, amiből nem tátott szájjal néznénk azt, hogy a magyar nyilvánosság egy újabb hatalmas veszteséget szenved. És nem csak az van, hogy egy újabb nagy veszteség, hanem valószínűleg bizonyos szempontból ez egy végzetes vesztesség. Igen. ami nem pótolható, és, és kár azzal magunkat, hogy majd valamilyen módon ez, ez, ez idővel reparálódhat. Én azt gondolom, hogy itt a, itt a magyar kultúrának egy olyan sebe ejtődött amit én nem nagyon hiszem, hogy, hogy lehetséges lesz ebben a formában reparálni. Valami más biztos, hogy lesz, tehát nem kérdés, de hogy egyébként ez el lehetett volna kerülni, lehetett volna tenni valamit vele ezzel, ezzel, ellen. Szerintem itt az elemzéseknek ez a, ez a szintje, amennyire én követtem most ezt a sztorit, az még eddig nem indult el, pedig el kéne, hogy induljon. Ha felkérnének index főszerkesztőnek, akkor mi lenne az első válaszod? Hát nyilvánvaló, hogy nem. Um, és azt gondolom, hogy ezt, ezt alapvetően azért is fontos ennyire nyíltan és ennyire tisztán kimondani. Ugye pont amikor készültünk, vagy beszéltünk itt a műsor előtt, akkor a, a Tevan Imréről beszéltünk. Én nem ismerem őt személyesen, fogalmam sincs, hogy milyen ember. Nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy vállalhatatlan döntés szerintem egy ilyen helyzetben elfogadni egy pozíciót, ami, ami vezető pozíció egy olyan szerkesztőségben, ahol épp egy kollektív fellépés eredményeként egy nagyon erőteljes állítás fogalmazott meg. Ez a szerkesztőség vállalva, egzisztenciális kockázatot vállalva, nagyon sok olyan következményt, amit például azt gondolom, hogy, hogy sokan nem vállaltak korábban, akik lehet, hogy vállalhatták volna. Nem akarok semmi neveket vagy ilyesmit mondani, de szerintem ez egy nagyon fontos állítás, hogy itt a sok masszatolás és minden egyéb mellett itt ez egy nagyon egyértelmű állítás volt. Szerintem innentől kezdve bárki, aki ennek az indexnek, amit most indexnek hívunk, de ezt erőteljesen idézőjelbe kell hírteni, ez már nem az az index. De aki az Index.hu birtokló, bármilyen tulajdonosnál szerintem most tartalma előállítási, menedzsmenti szerepet vállal, az egész egy árulónak kell tekinteni, hmm. és ennek megfelelően kell kezelni. És azt gondolom, hogy nem számítat semmi másra a magyar nyilvánosságtól, mint a jól megérdemelt megvetésre. Ez nem szükségszerű, hogy keresztre feszítsünk bárkit, aki, aki elvállal egy pozíciót? a pozíció magában nem is, senkit nem kell keresztre feszíteni. Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy aki egy ilyen szerepet vállal egy ilyen helyzetben, ahol emberek egyébként súlyos döntéseket hoztak a személyes jövőjükről, a szakmai jövőjükről, arról, hogy egyébként ez egy jól működő kollektíva volt, amelyben emberek szerettek dolgozni, tudtak dolgozni, és most nem ennyi, én tényleg nem akarok lenni, hogy hát mik voltak a problémák az Indexen, mik nem voltak, bármelyik médiumnál tudunk ilyet Hogyne? mondani. És biztos, hogy lehet mondani az indexnél, is, biztos, persze. A legfontosabb állítás ez a szerkesztőség tudott dolgozni, nagyon fontos szelete voltak a magyar nyilvánosságnak, megkerületetlen szelete voltak a magyar nyilvánosságnak, és éppen ezért, akik az ő szétveretésükben, az ő kényszerű döntésüknek a meghozatalához hozzájárultak, azoknak szégyen, azokra szégyen életük végéig, és ezekkel tilos közösséget vállalni, és egyébként kell arról beszélni, kell arról beszélni, akár a Tevan Imre esetében, akár bármi más esetében, hogy igen, egyébként nagyon sokan 2010 óta kerültek olyan egzisztenciális helyzetbe, hogy nem feltétlen uraik a saját életüknek, és ezzel kell tudni valamit kezdeni, de ennek nem az a megoldás, hogy akkor az Indexben az adott koncert valaki kényszerűen akár, de lehajol. Szerintem itt az a probléma, hogy itt az Index története, a, a szolidaritás kérdése, az nincsen kezelve. Tehát az hogy, így, az, hogy nincs ma még mindig egy olyan újságírói szakszervezet, egy olyan szakmai kamara, hogy a műosz az évek óta képtelen fölni ahhoz a feladatához, hogy sajtóközleményeken kívül effektíve tegyen is valamit. Hogy ugye az magyar sajtó szerintem magához képest egészen tisztességes válaszokat szült arra, hogy hogyan kell kezelni az indexet, de hogy nincs egy kollektív fellépés. Hát amikor a médiatörvényt elfogadták 2010-11 környékén, most nem tudom a pontos dátumot, de hogy ott volt egy kollektív fellépés egy üres címlapra például akkor még a nyomtatott sajtóban. Lehet, hogy voltak más megmozdulások meg is, de hogy tehát még ahhoz képest is, ami akkor sem volt kielégítő, is sokkal rosszabb a helyzet, és mi mindig nem arról beszélünk, hogy, 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 hogy hogyan lehetne az érdekszövetséget kialakítani. És ez egyébként európai szinten is hiányzik. Tehát ilyen szorványosan megjelentek szolidaritási kezdeményezések, ugye a, 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 Viborcsán volt, ugye a Szimlapon ez. szobák újságírók, szobák újságírók erdélyi stb. 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 De hogy nincs egy olyan európai újságíró kamara például, ami ilyenkor bármilyen módon is egyébként, de tudna koordinált fellépéseket szervezni. Tehát ezekről az esetben beszélni. tud is, bocsánat, hogy félbeszakítalak, adott esetben tud is koordinált fellépést e, e, megvalósítani, csak haszna idézőjelbe haszna tehát, hogy, hogy döntést nem vannak vissza, szerkesztőséget nem vannak vissza, egy kicsit elítélik a magyar kormányt, amire aztán jön a magyar kormány a röpiratával, hogy semmi közünk egy magáncég főszerkesztő választásra, az eszünkbe nem jutna, hogy elhallgattassuk azokat, akiknek, akik nem értenek velünk egyet. Még ha van egy teljes európai összefogás, akkor sem jutnak, sajnos jutunk semmire. Öm, mert valószínűleg akkor az összefogásnak a mienségéről kéne beszélni, hogy az olyan minőségű, ami valódi szolidaritást teremt, vagy sem. Tehát hogy most nagyon egyszerű dolgokról beszélek. Ha lenne egy ilyen széleskörű együttműködés, akkor mostantól kezdve a magyar kormány bármely képviselője bárhol Európában tart sajtótájékoztatót, kötelezően az első kérdés azt kell, hogy legyen, hogy milyen szerepet vállaltak önök az index szétveretésében, mit gondolnak a kialakult helyzetről. Semmiért. Értem. ha, ha ezt nekik éveken keresztül, hónapokon keresztül kell, ezzel szembesülniük, az legalábbis kényelmetlenséget szül, legalábbis mutat valami olyasmit, hogy a kollektív emlékezet nem engedi azt, hogy elmosódjon az index története. Most vagyunk nagyjából mennyi egy hete történt a felállása a szerkesztőségnek, már kevesebb szó esik erről a történetről. Biztosra veszem, hogy őszre, mire beindul majd a politikai szezon, ez már csak egy ilyen a veszteség listánkon lesz egy rubrika, miközben nem egy rubrikának kéne lennie, hanem valaminek, ami köré fel kell építeni azt a közös veszteség történetünket, ami nem csak az indexről szól, hiszen azért az elmúlt nagyon sok más szakák, szakmai terület került brutális módon megtámadásra, vagy egyébként másfajta egzisztenciális kiszolgáltatottság. Például, most mondok egy nagyon egyszerű példát, itt van a postásoknak a helyzete. Igen. Tüntetnek azért, hogy egyébként teljesen joggal végre tisztességes bért kaphassanak, és a magyar posta vezetése vállalhatatlan, szánalmas, erkölcstelen módon hárítja el ezt, miközben egyébként a felső vezetés elképesztő fizetéseket tesz el. A magyar postások ügyével már senki nem foglalkozik, mondani, hogy az index ugye most, na, miközben én ezt a két ügyet nem tudom külön látni. Én ugyanazt látom, emberek, akik a nyilvánosság megteremtésével foglalkoznak, más emberek, akik egyébként emberek közötti kapcsolatok, levelek, bármilyen más küldemények eljutatásával foglalkoznak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy a társadalom alappilléreit működtető emberek kiszolgáltatottságai, és ezeket a történeteket kell valamilyen módon egybefűznünk. Ha ezt nem tesszük meg, a Fidesz ezt teszi nem 2010 óta teszi ezt, hanem a rendszerváltás óta nagyjából megtalálta azokat a társadalmi csoportokat, megtalálta azokat az érdeköröket, akiknek a történeteit egy történeté fűzte föl, 2010-ben elnevezte a történetet nemzeti együttműködés rendszernek, és azóta ebben élünk, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a többségnek is egyébként egy története, amit összefűzünk, és elkezdünk szembeállítani a Fidesz történetével. Másfél percünk van arra, hogy, hogy válaszolj. Tehát miközben sürgetünk egy egységes felépést, és azt mondod, hogy, hogy szeptember ez elhal. Én attól félek, hogy, hogy nem, annak örülök, hogy, hogy szerintem nem fog elhalni, mert nyilván menni fog ez a humán erőforrás menedzselés. Én azt látom, hogy nagyon nem fog látszódni az index olvasottságán az, hogy, hogy elment onnan a, a társaság 90 a ez részben igaz, ugye ezt láttuk egyébként pont az Origo esetében is, hogy azért csökkenés történt, tehát hogy jól láttam egyébként én az adatokat, Jánbor András posztolt erről a Facebookon, abból tájékozottam, most nem tudtam sajnos megnézni a konkrét olvasottsági adatokat, de azért azt lehet látni, hogy nagyjából egy harmadával beesett az index látogatottsága, és egyébként más médiumok tudtak kapitalizálni ebből a, ebből a veszteségből, de ugye ez egy tartós rendeze, azt egyelőre nem tudjuk. Igen, tehát a 24.hu talán jól lát, én is néztem múlt héten a a nagy olvasottsági statisztikákat, indexvezetett mondjuk a pénteki 980 ezeres látogatottságával, utána jött a 24.hu, jött a Femina, az időkép és követték őket más nagy portálok. Most hírek jönnek, utána folytatjuk a beszélgetést Gulyás Mártonnal, a Partizán videócsatorna alapítójával. Egy kicsit beszélni fogunk arról, hogy miből, tehát hogy miből is működik ez a csatorna, és hogy és ez nyilván kapcsolódik a távozó indexesekhez, hogy, hogy bárható-e az, hogyha létrehoznak egy fizetős szájtot, akkor eltartják azt a 90 embert, 90 embert azért nagyon nehéz, tehát Stumpf András szerint 400 millió forint kellene ahhoz, hogy elindítsák ezt az oldalt, talán egy kicsivel kevesebb, de minden esetre biztos, hogy sok pénzről van szó. Innen üdvözöljük a 8. elt polgármesterét, Pika Andrással beszélgettünk most itt egy kicsit Gulyás Mártonnal a Partizán TV alapítójáról, és azt mondtam, hogy azért rákérdezek, hogy, hogy mondjuk van egy, egy egy filmnek 900 letöltés, és úgy láttam, hogy a Simicska talán annyinál tart. Melyik volt a legnézettebb filmetek, amit a YouTube csatornán követtek, vagy megnéztek? Hát azt hiszem, hogy ezek a portréműsorok jól futnak, tehát hogy azt, azt, azt szokták sokan szeretni, de hát a legnézettebb én azt gondolom, hogy talán az a videónk lett, amit a választás előtti napon a 2018-as békemenet kapcsán a háttérhatalmi riporterként készítettem. Azt hiszem egy ilyen félmillió, 450 ezer talán valahogy így. Olvastam a 444-en azt az interjút, amit veled készítettek a csatornáról, amiről kiderült, hogy, hogy öt fix emberrel dolgozol, és ők készítik az anyagokat. Pont a Krasó film meg a készülő film kapcsán azért én is találkoztam a, a stáb egy részével, de hogy pontosan hogy működik a, a Partizán. Partizánban ö, van egyfajta fluktuáció, nyilván egyébként most pont amiatt is, hogy volt a koronajárvány, ö, többen bejöttek, ö, van, aki közülük ö, már el is ment, de hogy ö, kezd kialakulni egy olyan ö, csapat, ami ö, most nagy reményekkel vágnak ennek az ősz szezonnak, mert ugye szeptembertől visszajönnek a napi adások, most alapvetően erre készülünk, hogy azt ö, jó lendülettel és, és jó előkészítettséggel tudjuk vinni. Ö, tehát azok a számok, amiket ott a 4 -4 mondtam, azok továbbra is állnak. Most nyilván az van, hogy, hogy hogy, a járvány felfutása miatt ö, ö, megnőtt a, a, a támogatói körünk, tehát többen bejelentkeztek. Meg lehet nézni a Patreon oldalunkon is, tehát már több mint 1200 ember áll havi adományjal a, a műsor mögött. Vannak egyéni nagyobb adományozók is, akiknek ö, a hozzájárulása feltétlenül szükséges az, hogy ezt tudjuk vinni. Vannak pályázatok is, amiket ö, elindultunk, volt, ami nem nyertünk, van, ami nyertünk. Továbbra is pályázunk intenzíven, tehát ezekből a, a forrásszerzésekből tudunk. Ö, ö, élni. Nekünk a helyzetünk jelenleg úgy néz ki, hogy ha ez meg tud maradni, ez a támogatói kör, akkor az stabil, tehát én nem panaszkodom. Az nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egy nagyságrendel több emberhez tudjunk eljutni, tehát az, hogy mondjuk hány ember lát egy ilyen videót, az, az az, az, alapvetően pénzkérdés, mert amíg uh, amik számokat én így mondtam most, tehát mondjuk mit nem, ezt a simicskás adásnak az első részét megnézték százezeren az első héten, ez egy virális elérés, ez, ez nem, ezért mi nem fizettünk a, 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 szolgáltatónak, viszont ha azt szeretnénk, hogy még ne százezeren lássák, nem egy millió lássák, ahhoz már komolyan az revébe kéne nyúlni a szervezetnek, mi erre, nekünk erre nincsen lehetőségünk, de, de, egy nyilvánvaló, hogy, 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 ahhoz, hogy, hogy lehessen több embert el, foglalkoztatni, más műsorokat is csinálni, stb. 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 Az az is kellene, hogy sokkal több emberhez tudjunk eljutni, sokkal több értesüljenek róla, és akkor ezen keresztül lehessen esetleg őket a támogatásba vagy a fenntartásba is bevonni. Csak YouTube nézettségből nem lehet megélni? Tehát nem fizet Á, a csatorna? Nem. nem, nem. Nem. Ez valószínűleg egy ilyen félreértés sokak szem, vagy fejében, hogy a, hogy a YouTube az nagyon keményen visszahoz, tehát ilyen, most nem azt mondom, hogy filléres, de hogy mondjuk így tényleg, 10.000 forintokban mérhető az, ami mondjuk így havonta visszáramlik a csatornához. Valamikor ez meghaladja a egy néhány ezer forintot, de hogy, hogy, ez, nem egy, ez nem egy jelentős bevétel. Fontos, Örülünk neki, hogy van, de hát közben azért nyilvánvaló, hogy az van, hogy a, hogy a, Google biztosítja a platformot, amiből ő elég jól monetizál, elég jól keres, és valamennyit visszacsapok tedd, hogy pontosan mennyit ezt senki nem tudja megmondani, sem itthon, sem nemzetközi szinten. Szóba hoztam a hírek előtt a fizetős tartalmat, lehet tudni azt, hogy, hogy vannak ezzel kapcsolatos sikeres próbálkozások, a klubrádiót is azért jobbára a hallgatók támogatása tartja életben. Lehet tudni azt, hogy sikeres sem működik a HVG 360, fog kezdeményezése. A Direct 36 is úgy működik, hogy nincsenek rajta reklámok, hanem az olvasók támogatják, vagy ők is alapítványokhoz fordulnak, vagy, vagy pályáznak pénzekért. És most az Index 90 munkatársának távozása után is felmerült az, hogy esetleg fizetős portált inteni Magyarországon ha azt nézzük, hogy, hogy a hallgatók számára mennyire fontos a klubrádió, és hogy, hogy fenntartanak bennünket, akkor nem kizárt, hogy az index esetében is működhet ez. De nem vagy optimista, jól látom? Ne, nem, nem vagyok optimista. Egy kiegészítést tenni, csak úgy, ha megengedett, hogy szerintem nagyon fontos megemlíteni az átlátszó példáját, mert ők voltak a legelsők, Erő. és őket akkor emiatt nagyon sokan, hát ilyen szefósnak nézték, azért ezt mondjuk ki bátran, hogy nem lehet a olvasói támogatásra támaszkodni, és hát nyilván ők sem csak abból élnek, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez teljes egészében megvalósult, de hogy, de hogy azért ők ennek úttörői voltak, és akit viszont szerintem nagyon fontos megemlíteni, az a mérce, mert ők viszont meg tényleg kizárólag olvasói támogatásból működnek, és ebből a szempontból, jól tudom, tényleg az egyedüli ilyen portál Magyarországon. Ez nyilván rengeteg áldozattal jár a szerkesztőség részéről, ez nyilván rengeteg lemondása jár a szerkesztőség részéről, de közben meg nyilván egy olyan Hát részben kiszolgáltatottság is, de azért egy stabilitás is, amivel lehet számolni, és ami azt gondolom, hogy most, pont az index története megmutatja, hogy mennyire értékes. Amit akartam erre reagálni, hogy lehet-e, én ezt nem tudom megítélni, hogy lehet-e. Én ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Nyilván mindenfajta p ilyen fizetős fal, az szűkíti az elérést, amúgy is nagyon szűk média nyilvánosságban. Szerintem ez egy nem kívánatos út, miközben teljesen értem a, 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 a tulajdonosi megfontolásokat, hogy miért indul el egy médium ebbe az irányba. Én amit szerettem volna itt mondani, hogy szerintem akárhogyan is tönt az index. És ez szerintem nagyon fontos, és ezt mindenképpen akartam majd itt mondani. Én az elmúlt időszakban tagja voltam annak a támogatói körnek, ami valamennyi összeget minden hónapban jutatott az indexnek, és azt gondolom, hogy sokan voltunk így, több ezeren voltunk így. Én nem tudom, hogy ez a pénz most hol van. Igen, ez kérdés, ugye 200 millió forintról van szó, szóval nincs Biztos, másik hogy Biztos, hogy jelentős pénz. Szólt én ezt a pénzt, a saját magam részéről beszélek, a szerkesztőségnek adtam. Úgyhogy én innen is szeretném üzenni Bodolai Lászlónak, hogy ha valamilyen módon az ő hatáskörében van ez a pénz, ha nincs a szerkesztőségnél, ha a szerkesztőségnél van, akkor tök jó, mert akkor ez ott van, ahol lenne kell. Ha ez Bodolai László hatáskörében van, akkor innen is üzenem Bodolai Lászlónak, hogy azt a pénzösszeget, akárhogyan is dönt az index, az szolgáltassa át nekik. Hogy ez, nyilván ez jogilag problémás, én tudom, mert ha alapítványba folyt be, akkor azt hogyan adja tovább, meg lehet oldani. Van rá biztos legális utra, hogy itt egy nagyon képzett jogász emberről beszélünk. Ha van szándék, meg lehet oldani. Nem, tehát, hogy... nem, nem pontosan érzem, hogy van-e hogy van, tehát, van -e szándék, abban nem ők biztos. Azt, mond, ja, nem, azt mondom, hogy ha van szándék, akkor meg lehet csinálni, a szándék a kérdés. És én azt gondolom, hogy Bodolai László telt egy szívességet, többet is, de mondjuk egyet mindenképpen, hogy ezt mondjuk, ö, ezt a pénzt tényleg tisztességesen, és nem vívja ki a népharagot maga ellen jobban, mint amennyire már kivívta. Ki hát azért, na szóval, hogy mondjam, tehát ez egy követelés, akkor azt mondom, mert szerintem ami hiányzott az elmúlt egy hétben a nyilvánosságból, hogy legyen követelés. Én én, mint az egyik támogató, követelen Bodolai Lászlótól, hogy az olvasók által összeadott pénzt, amit a szerkesztőségnek adtunk, azt legyen szíves a szerkesztőségnek a további működésére biztosítani, az új médiumot ezzel valamilyen módon az elindulásban segíteni. Hm csak most ezen elgondolkodtam, mert Bodolaj azért úgy látszik, hogy elég keményen belát, és azért folyamatosan, hogy úgy mondjam, leoltja a szerkesztőséget és a távozó tagokat, tehát sok nem kapnak tőle, tehát éppen csak nem drogos hippi bandázta le az egész szerkesztőséget, de hogy működésképtelen, tehát mindent már fölkaptak az ő kapcsolatban, meg, megpróbálták levezetni azt, hogy, hogy, ez egy fegyelmezetlen társaság, ennek ellenére szerintem elég jól működött, de most más kérdés, hogy tehát ez olyan mélysége ennek az egész történetek, amivel szerintem tényleg nem is érdemes belemenni, mert, mert, mert Bodolaira nézve is még miért tartanak meg egyáltalán, tehát most mit csinálja a szerkesztőség kezére, ezt cáfolni, tehát én, tudom, ez teljesen nonsense. Itt, uh, itt szerintem legyünk nagyon konkrétak, ez egy konkrét követelés, én, én ezt mindenképpen szerettem volna, uh, és remélem hogy, remélem, hogy ez a pénz el fog jutni a szerkesztőséghez, mert az övék. Hajrá, hajrá hogy ti úgy működtök, hogy naponta van értekezlet, vagy, vagy mindenki az van, hogy van öt szerkesztő, és az Gulyás Marci agymenése menetén, mentén menetel előre, vagy dolgozik? Ez például egy nagyon fontos változás az elmúlt egy évben, hogy még én korábban sokkal jobban domináltam minden szintjén a folyamatot. Most pont abban, tehát neki most pont az a sztorink van az elmúlt egy évben, hogy hogyan lehet ebből a nagyon erőteljesen egy személy köré épült médiumból elindulni oda, hogy a, a, témáknak a, diverzifikálásában diversifikálásában is jobban eldominálnak a szerkesztői szempontok, de mivel mi ugye egy, alapvetően egy technikai sportot űzünk olyan értelemben, hogy itt azért ö, ö, képről van szó, hangról van szó, látványról van szó, és így tovább, hogy a, a műszaki oldalnak is ö, legalább akkor a szava lehessen a tartalmak előállításában, mint a, mint a szerkesztős, szerkesztőknek. Ö, pont most volt egyébként egy két hónapja egy ilyen többnapos ilyen csapatépítőnk, ami ebből a szempontból is nagyon fontos volt. És én ebből nagyon sokat tanulok, mert hogy, mert hogy nyilvánvalóan például, amit most így az adás első felében megfogalmaztam, hogy hogyan kéne működni ezekről, én pontosan hogy tudom, hogy a hallgatók számára mindig nagyon elvontnak tűnik. És egy teljesen jogos kritika, hogy hát jó, 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 de akkor hol kéne elkezdeni. Én a magam válaszát azt úgy fogalmaztam meg, hogy például abban a körben, aminek ilyen értelme a vezetője vagyok, ott ezt el lehet kezdeni. Tehát én nagyon sokat tanulok az elmúlt egy évben abban, hogy hogyan lehet úgy hatékonyan működni, hogy közben azért ez a hatékonyság ne azt, tehát hatékonyság ne legyen érve arra, hogy így mindenki másnak kussa neve, és mindenki másnak egyébként csak kiszolgálni van lehetősége, és nincs lehetősége megélni ugyanazokat az alkotó és kreatív energiákat, amiket adott esetben megéltek. Ez nem azt jelenti, tehát ugye ezzel kapcsolatban is egy csomó ilyen félreértés van szerintem így a politikával, médiával kapcsolatban a nyilvánosságban, nem is tud szerintem jól működni igazán egy olyan, egy olyan, nem csak médium, bármilyen csapat, ahol egyébként nincs lehetőség arra, hogy az emberek szabadon, tényleg a kreativitásuk maximumát megélve, megtapasztalva, visszacsatolásokat kapva, a hibáznak, akkor azzal szembesítve, ha valamit jól csinálnak, akkor azt elismerve. Tehát, hogy, hogy ténylegesen ilyen értelemben nyitottan és ilyen értelemben demokratikusan tudjanak dolgozni, és egy csomó dologban még sehol nem tart a partizán. Tehát, hogy én, esti estig tudnám sorolni a kritikákat, és nyilván, hogy itt a kollégáim, akkor ők is elmondanák, hogy hát azért az nem úgy. Eh, és ez mind nagyon fontos, szerintem az a fontos, hogy van -e egy olyan belső nyilvánosság, amiben szabadon lehet erről beszélni, és amelyben szabadon lehet ezt kritizálni, és nincs egy olyan kényszeres autoritás, ami ezeket lefolytja, ami ezeket eliminálja, ami ezeket diszkvalifikálja. Én ezen dolgozom, nem azt mondom, hogy jelentős érdemeim vannak, és a többség kell hozzá, hogy ez meg tudjon valósulni, úgyhogy akkor inkább korrigálva magamat azt mondom, hogy a partizán most részben azon dolgozik, hogy az, amit szeretne látni Magyarországon berendezkedésként, vagy, vagy, vagy politikai közösségként, úgy, hogy hogyan működünk. Most azt próbáljuk saját magunkkal megvalósítani belül. Van olyan, hogy Gulyás Márton nélküli partizán, vagy kapaszkodsz a kamerába, és neked kell műsort vezetni, és mindenhol ott kell lenned. Én, én, nyilván egy ilyen szempontból nagyon dinamikus, és uh, ilyen szempontból nagyon erőteljesen um, ilyen, ilyen, tehát én egy dinamikus személyiség vagyok ilyen szempontból, nyilvánvaló, én nagyon szeretem ezt csinálni, de hogy azért mondjuk nekem ott van a szemem előtt, hogyha, tehát hogy szerintem a legfontosabb az, hogy olyan intézményeket építsünk, amelyek a szemétől függetlenítve is tudnak működni. Ez nem azt jelenti, hogy én nem fogom csinálni a partizánt, én nagyon szeretem csinálni, de hogyha mondjuk mit tudom, én tíz év múlva úgy döntök, hogy nem akarok már partizánt csinálni, mert valami más szeretnék csinálni, akkor az ne a partizán végét jelentse, hanem az a gulyás, marci korszak, nem tudom, egyik végét jelentse. És hogy én nagyon szeretném, hogy lennének majd ott olyan emberek, akik, akik adott esetben ezt már át tudják vinni és vihetik tovább. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból nagyon fontos, hogy, hogy int én intézményként gondolok a partizánra, és nem pedig egy ilyen értelemben vett személyes felületre, miközben személyes felület is nyilvánvalóan ezt nem akarom eltagadni. Kerülhetek olyan gazdasági helyzetbe, hogy, hogy kérdésessé válik a partizán működése? Bármikor persze. Tehát, hogy, hogy, ugye nyilván mi is attól nagyon félünk, hogy ez az egész uh, szociális-gazdasági válság, ami most a koronavírus járvány kapcsán uh, egyre erősödik Magyarországon, és egyáltalán látni a én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Szerintem itt, 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 iszonyatos állapotok fognak kialakulni 2021-re. Már most iszonyatos állapotok vannak, csak ugye a nyilvánosság szűkössége miatt sem tudunk erről. Tehát ugye 2008 után az volt a különbség, hogy volt egy köztévé, ahol a politikusok nyilatkoztak, lehetett őket szembesíteni, rádiók voltak, rádiók mondom még egyszer. Tehát nem az volt, hogy van egy klubrádió, és akkor csókolom. Nyomtatott lapok voltak, széles internetes elérés volt, sokkal inkább egyébként, mint most. Na, ez nincs. Emiatt úgy tűnik, mintha egyébként itt olyan nagyon ezt az országot nem tépázta volna meg a koronavírus járvány. Lehet, hogy egészségügyi szempontból ez megállja a helyét, és akkor emiatt egyébként lehet adni akár még egy kreditecskét is a kormányzatnak, bár azért lehet emelni nagyon sok minden más kritikát megfogalmazni, jó, legyünk méltányosak. Viszont az, amit a szociális gazdasági következményével kapcsolatban művel ez a kormányzat, az egész egyszerűen vérlázító. És azért nincsenek nekint tömegek az utcán, mert mindenki azt gondolja, hogy csak engem érint. És egyébként nem látja azt, hogy hol lehetne kapcsolódni másokhoz. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon kollektív öntudatlanság azzal kapcsolatban, hogy nem, 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 itt most tényleg százezereknek van nagyon kemény élethelyzetük. És akkor ez, hogy hogyan hathat ránk, hogy én persze, hogy nagyon tartunk attól, hogy a, hogy a, támogatói kör az elkezdi visszamondani a támogatásokat, vagy nem tud tovább nőni, vagy bármilyen más módon azt mondja, hogy sajnálom, nem tudok már tovább mellettetek állni. Ha ez bekövetkezne, akkor az, 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 hónapokban mérhető módon határoznám meg, hogy mikor van vége a partizánnak, de hogy mondjam, reménykedünk. Van olyan portál, amelynek a kérésére mondjuk bemenetelnétek alá, és rendszeres beszállítói lennétek, vagy, vagy rendszeres kizárólagos tartalom Hú, hát most nagyon érzékeny kérdést tettél föl. Ezek csak annyit tudok mondani, hogy én amióta próbálkozom azzal, hogy professzionálisabb médiumként működjön a Partizán, én nagyon sokakkal keresem az együttműködést, és engem nagyon szíven üt az, hogy az együttműködés... Én, én ugye a színházas világból érkezem meg valamennyire a filmesi világból érkezem, és ott én nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy mennyire szolidaritás hiányos, együttműködés hiányosak ezek a szakmák, mennyire nincsenek jó gyakorlatok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell érdekvédelemben fellépni, hogy mennyire fontos az, hogy kollektív érdekeket próbáljunk meg megfogalmazni, hogy a partikularitásokkal ne foglalkozzunk, tehát hogy, hogy próbáljunk meg egy picit fölülemelkedni a saját, egyébként nyilvánvalóan jogos sérelmünkön, nyilvánvalóan jogos öm, és itt tovább, és itt tovább, hogy próbáljunk meg valamilyen módon kollektív igényeket megfogalmazni, és ez, ez, ez katasztrofális élmény volt nekem 2010 elején, hogy, hogy, hogy ez mennyire nincs, és hogy mennyi munka kellene az, hogy egyáltalán az igény így megértésre leljen éppen ez is nézem, nyilván elborzadva az szf környékén történő eseményeket, mert hogy, hogy annak, azt is ennek a történet részének látom. És amióta így a médiában próbálkozom, és én hangsúlyozottan nem gondolom magam a miközben itt a Partizánban nagyon súlyos újságírói kredittel rendelkező emberek dolgoznak már. Én még ebben bizonytalanabb vagyok pont azért, mert hogy látom a feszültséget az újságíró és az aktivista szerep között. Na, lerövidítve, hogy itt is azt látom, hogy borzalmas a szolidaritás hiány, és hogy hogy nyilván a kapcsolódás lehet, hogy az én személyem miatt is sokszor lehet, hogy nehézkes, hiszen van egy elkönyveltsége az én személyemnek a nyilvánosságban, én ezt meg tudom érteni, de azt látom, hogy nem ez az, egy, nem az, az, alapvető probléma, tehát hogy a, a, az érdek szövetség kialakítása az valamiért még mindig nem egy alapvető, és még olyan médiumok között sem, amelyek világnézetileg ö, egymással utaltságban egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan, hogy, hogy egy követ fújnak, és, és ez, 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 szerintem egy melbevágó élmény hogy, te, hogy látod az elkövetkezendő két évedet, ha már szóba hoztad azt, hogy te magad is vitatkozol az aktivista Gulyás Márton az újságíróval, és azért nem kérdéses, hogy, hogy, jelentős újságíró teljesítmény van nem csak a szerkesztőben, hanem a, azokban a produkciókban is, amit te csinálsz, vagy csináltok, hogy, hogy 2021-ben mi lesz inkább, vagy 2022 tavaszán? Hát... Hogy mondjam, én a partizán élén képzelem magamat a következő időszakban partizánnak lesznek olyan tevékenységei, amelyek ö, túlmutatnak majd a napi musor szolgáltatáson. tehát hogy próbálkozunk olyan klubélettel, közösségszervezéssel és így tovább, amikkel egyébként eddig is próbálkoztunk kicsiben, ezt picit nagyobban majd, majd szeretnénk. Arra vonatkozom, hogy, hogy, hogy ha jól értem az intenzívet a kérdésednek, ez arra vonatkozik, hogy, hogy kifejezetten a politikai szerepvállalásban mivel számolok. Én most a szerkesztőség és a, és a csapat szervezésében és, 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 vitelében látom a legfontosabb feladatomat, és én azt látom, hogy az a feladat, amit fölvállaltunk 2018 után, annak ilyen értelemben, pláne most az index ö, ö, szégyen teljes kicsinálása okán is ö, megemelődik, vagy vagy vagy, 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 vagy 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 jelentőség teljesebb lesz még inkább. Már csak azért is egyébként, mert hogy ugye ebben a kormánytól független ö, média, nem tudom én, térben mi még azon belül is egy ilyen sajátos szelet vagyunk abban a szempontból, hogy ez egy ilyen vállaltan kapitalizmus kritikus, vállaltan rendszerkritikus, vállaltan ö, ö, a mainstream narratívákat megtörni kívánó, kifejezetten olyan témákra fókuszáló médium, amely, amely megpróbálkozik azzal, hogy ezeket a rendszerkritikus kérdéseket, amik nagyon alul tárgyaltak, vagy félretárgyaltak a magyar nyilvánosságban, ezeknek hangot adjon. Egyébként emellett szerintem az is nagyon fontos funkciója a partizánnak, hogy, hogy teret adunk olyan vitáknak, amiknek nem nagyon van máshol tere. És szerencsére az látszik, hogy jönnek is emberek, akik egyébként világnézetileg nagyon eltérő módon látnak dolgokat, mint ahogyan mi. De viszont látható, hogy, hogy van ott is igény ezekben az emberekben, hogy mondjuk egy vitában artikulálják az álláspontjukat, és vállalják azt, hogy erről valamilyen módon szó legyen. És látszik, hogy egyébként a nézők ezt visszaigazolják nézettségben is, de egyébként konkrét visszajelzésekben is. Tehát én azt gondolom, hogy a partizán nézőinek egy jelentős része nem biztos, nem biztos, hogy feltétlenül világnézetileg egy követ fúj a partizánnal, viszont nagyon respektálja azt, hogy mi a világnézeti elköteleződésünk mellett ki képesek vagyunk ebből kilépve más világnézetekkel is szóba állni, vitatkozni, teret engedni és méltányosan állni ezekkel az álláspontokkal szemben. Csak. És azt gondolom, hogy ez a, bocsánat, csak annyi egy hogy az a fajta méltányosság szerintem az, ami most egy nagyon fontos fegyvertény. Csak azért, mert hogy a partizán szó is magában rejti a part vagy a párt Igen. szót is, tehát adott esetben lehet ebből még több is, mint egy videócsatorna a YouTube-on nincsenek pártalapítási ideáim, vagy, 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 gondolataim, de nagyon nagy szimpátiával, és amennyire lehetőségeim engedik, ö, ö, aktív szolidaritással próbálok minden olyan kezdeményezéshez viszonyulni, akár a szakszervezeti világban, akár a mozgalmi világban, akár így a budapesti balos színában, amely megfogalmaz valamilyen fajta együttműködés, bármifajta fellépést. Szerintem nagyon fontos volt például, nem biztos, hogy látható volt sokak számára, de az a koronavírus válság alatt létrejött egy szolidaritási akciócsoport, alapvetően a a, 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 a fordulatszerkesztők, a gólya a szövetkezeti kávézó és egyéb társintézmények és egyéb magánszemélyek közreműködésével. Elnézést kérek mindenkitől, akit most nem említek meg, de ők például nagyon fontos intellektuális munkát végeztek abban, hogy a, hogy a koronavírus válságot, azt ne csak, mint egy egészségügyi válságot nézzük, hanem lássuk azt, hogy az alrendszerünk egészét hogyan, társadalmi alrendszerünk egészét hogyan vette, iszonyatos mértékben igénybe ez az egész helyzet, és hogy egyébként milyen katasztrofális következmény lesznek. Szerintem érdemes elolvasni azokat a, a miért oldalán találhatóak meg, amelyek hónapokkal ezelőtt megfogalmazták azt, hogy amiben most vagyunk, vagy leszünk fél év múlva, azokat már akkor megírták ezek az emberek, akik erről gondolkodtak. És egyébként maszkgyártásban és egyéb más ilyen szolidaritási kezdeményezésekben masszívan szerepet vállaltak. De ugyanígy mondhatnám például a Szabad Budapest újabban talán szikra ö, akció, vagy hát, ö, mozgalmi csoportot, bocsánat, amely ugye a tavalyi önkormányzati választások idején fogalmazódott meg, és azóta egy eléggé aktív kollektívaként próbálkozik azért, hogy egyrészt a, az önkormányzatokban, amelyekben volt valamilyen politikai váltás, kifejezetten ez a fajta rendszerkritikus, szolidáris gondolat. Alatt minél erősebb legyen, és egyébként szélesebb körben is hozzáférhetővé váljon az embereknek. És ugye ez miért fontos? Ez azért nagyon fontos szerintem, mert ahogy a beszélgetés legelején mondtam, is, akkor egy ilyen keretes szerkezet, hogy Magyarországon ezért alapvetően az a probléma, hogy egy ilyen teljesen kritikátlan elfogadása van a kapitalista termelési rendszernek, és az Orbánik ezt tudják kihasználni. És ameddig nem jelenik meg egy masszívan kapitalizmus kritikus mozgalom, politikai mozgalom, politikai párt, addig nem fogunk tudni kitörni abból a paradigmából, aminek nerként iszonyatos hatáson a társadalomra, de sajnos ner előtt is nagyon jelentékeny módon torzította a hazai viszonyokat és egyenlőtlenségeket. Fogunk még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Gulyás Mártonnak a Partizán politikai videócsatorna alapítójának vezetőjének, hogy bejött a Klub Rádió stúdiójába, és ő volt az elmúlt egy órában a reggeli személy. A mai műsor létrehozásában segítségemre volt a szerkesztő Bálint, Üdíti Zsidai Péter, Józsa Péter, Ricsavics Kinga, Selmec János, én Pánkás Robert voltam, egy hét múlva találkozunk, véhallás.